A mai videóban Mária Valéria és családja karácsonyáról lesz szó. Erzsébetnek és Ferenc Józsefnek 4 gyermekük született. Az első gyermek Zsófia 2 éves, alig több mint 2 éves volt, amikor meghalt, azonban a következő 3 gyermek unokákkal ajándékozta meg a császári királyi párt. A második gyermekük Gizella főhercegnő volt, itt látható a képen Gizella. Ő 4 gyermekkel, itt a férje, 4 gyermekkel ajándékozta meg férjét. A következő gyermek Rudolf főherceg volt, Stefánia vette feleségül, és 1 gyermekük született, Erzsi főhercegnő. A negyedik gyermek pedig Mária Valéria volt. Most 1888 karácsonyát szeretném felidézni néhány perc erejéig. A kép 1888-ban készült a királyi családról. 1888 karácsonyán a család számára ez az ünnep hármas ünnep lett, hiszen Erzsébet december 24-én ünnepelt a születésnapját, és ezen a napon 1888-ban került sor Mária Valéria főhercegnő eljegyzésére Ferenc Szálvátor főherceggel. Mária Valéria szerelmi házasságot kötött, és Erzsébet ezt a Frigyet támogatta, valamint azt, hogy Valéria szerelemből házasodjon. Ő 9 gyermekkel, unokával ajándékozta meg a császári királyi párt. Volt egy 10. kisbaba is, de ő néhány napos korában, néhány órás korában meghalt. A könyvet majd a videó alá felírom, hogy melyik könyvből mutattam a képet. Ezen az 1888-as karácsonyon annyira oldott volt a hangulat, hogy a kis Erzsi is, Rudolf főherceg gyermeke is érezte ezt, és nagyon jól szórakozott. A Hofburgban ünnepelték a karácsonyt. Erzsi szinte alig akart menni lefeküdni, de hát mivel még kicsinke volt, 5 éves, nem lehetett egész este fent. Amikor a nevelőnő mielőtt elvitte a szobájába, Ferenc József azt mondta Erzsinek, hogy válassza ki a karácsonyfáról, ami a legjobban tetszik neki. Erzsi hófehér kis ruhájában bemászott a karácsonyfa alá, és előhúzott egy papírmasé malacot. Ezt boldogan a hóna alá csapta, és ezzel masírozott ki a szobából. Ferenc József nagyon jól mulatott ezen, de nem csak ő, hanem az egész család. Ezen a karácsonyon volt az utolsó boldog karácsony a császári párnak. Erzsit Rudolf főherceg halála után, amely alig több mint egy hónappal következett be, Erzsi főhercegnőt rendkívül elkényeztette a család, Erzsébet is és Ferenc József is. Erzsébet egy későbbi karácsonnyal, 1898-as karácsony, ekkor már Erzsébet halála után történt ez a dolog. Erzsi rengeteg ajándékot kapott, mint szokás szerint. Az ajándékok közül, aminek a legjobban örült, ez egy bicikli volt. Ugyanis a főhercegnő nagyon szeretett biciklizni. Itt láthatjuk a fenséges nagymamát ezen a képen. Ugye, hát még fiatal korában az eljegyzési portré volt ez Ferenc Józsefnek, és Erzsi nem a lovaglást részesítette előnyben, hanem a biciklizést. Úgyhogy ennek a biciklinek nagyon örült. Most viszont térjünk vissza Ferenc Szálvátorra és Mária Valériára. Erzsébet halála után Ferenc József Mária Valériával és Szálvátorral töltötte az ünnepet. Mária Valériának 1892-ben, még Erzsébet életében született meg az első gyermeke, illetve utána még született Erzsébet életében több is, például Hedvig is itt látható a képen. Hedvig, itt van Ella az első gyermek, Mária Valériát és Ferenc Szálvátort láthatjuk a képen családja körében, gyermekei körében, a következő képeken is ők láthatók. Itt először, hogyha megfigyeljük ezen a két képen még a kisebbek, a gyermekek. Akkoriban is nagyon érdekelte az embereket, hogy hogyan ünnepelték a karácsonyt a császári királyi család. És habár Erzsébet halála után Ferenc József Mária Valéria családjával töltötte a karácsonyt, és nem Magyarországon ünnepelt, hanem Velsziben Valéria családjával, itt telepettek le Valériáék,
Ennek ellenére is a magyar lapok jól informáltak voltak. És arról is, hogy mi történik Bécsben. 1907 karácsonyán a Pesti Naplót tudósította egy telefonos újságíró arról, hogy milyen volt a király karácsonya, hiszen ekkor Schönbrunnban ünnepelt a király, és ide hívta meg Mária Valériát a férjével, Ferenc Szálvátorral és a gyermekeket. Itt Schönbrunnban is saját lakosztálya volt Mária Valériáéknak. Azt gondolnánk, hogy mivel olyan nagy volt a Schönbrunni kastély, hogy a termek nagy részét, a báltermet például, több bálterem egyikét használta a család, és itt ünnepelték a karácsonyt. Azonban ez nem így volt. Minden családtagnak volt külön lakosztálya, akik már idősebbek voltak, már mint úgy értve, hogy nem gyermekek, külön lakosztállyal rendelkeztek. A gyermekek is viszonylag korán kaptak saját lakosztályt. És 1907 karácsonyán feljegyezte az újságíró, és telefonon tudósította a Pesti Lapot, hogy hogyan zajlott ez a karácsony. Ferenc Szálvátor főherceg lakosztályában rendezték be a karácsonyi ünnepséget, a karácsonyfát a dolgozó szobájában állították fel. És hogy honnan tudjuk, hogy hogyan zajlottak ezek a dolgok? Onnan, hogy nem eresztették le a függönyöket, és ekkor már működött az elektromos világítás. Amikor felgyúltak a világítás, a villanyt feloltották, akkor kezdődött az ünnepség. És látta az újságíró, hogy a gyermekek körülugrálják a karácsonyfát, és azt írta, hogy azt mondta, hogy annyi ajándék volt, hogy az egész lakosztályon keresztül ajándékok voltak. Hát érdekes, hogy ezt honnan látta, hogy magasodtak, tornyosodtak, asztalon voltak általában az ajándékok. Azt is látta, mint a kisgyermekek, Mária Valéria kisebb gyermekei ugrándoznak a fa körül. És ezen a karácsonyon 3/4 órás volt ez az ünnepség, ezután következett tea, ami akkoriban a tea az egy könnyebb étkezést jelentett. És ezután vonultak lakosztályukba a gyermekek. A következő karácsony, már amit felidézek, az egy későbbi karácsony volt, és ezt azért idézem fel ezt, mert ekkor szintén nem Velsiben, hanem Schönbrunnban ünnepelt a család. Ekkor már a gyermekek nagyobbak voltak, 1911-es karácsonyt mesélek most karácsonyról. Itt van Ella főhercegnő, az esküvője előtti karácsony volt ez. És itt is Ella főhercegnőt látjuk már 1911-ben, ezen a képen, 1911-ben, itt pedig Hedviget, nagyon jó kapcsolata volt Hedviggel, a testvérével. A karácsony, amiről most mesélni fogok, szintén a Pesti Naplóban egy telefonos tudósítás révén jelent meg. És ezen is, hogy bensőséges, személyes volt a karácsony, az is átütt, hogy Mária Valéria fontosnak tartotta a kapcsolatot az emberekkel. Például azt is el lehet mondani, hogy polgáriskolába, illetve úgy értve, hogy nem egy elitiskolába, nem egy az arisztokraták számára létrehozott iskolában, hanem beintegrálva a többi gyermek közé, egy előkelőbb iskolába járatta a lányokat is. És ezen a karácsonyon az volt, most már leteszem ezeket a képeket az albumomat, ezen a karácsonyon az volt, hogy Ferenc József császár természetesen nagyon örült, hogy ott ünnepelnek Schönbrunnban, de az egészségi állapota sem annyira tette lehetővé éppen, hogy utazzon. És ő maga választotta ki az ajándékokat, rengeteg ajándékot vásárolt. Ez nem úgy történt, hogy Ferenc József elment, végigjárta a bécsi boltokat, hanem úgy, hogy a bécsi cégek, kereskedő cégek küldte különböző ajándékokat, ajándéktárgyakat, amelyből a császár válogathatott. Nem került el a figyelmét a császárnak az, hogy ekkoriban szokásos volt a prémeknek nagy divatja volt, így a lányainak is vett prémet, valamilyen kis kabátkát, valami prémes dolgot vett, ezt feljegyezték, az újságíró feljegyezte.
És a főhercegnőnek, el a főhercegnőnek, akit most az előbb mutattam, ékszereket ajándékozott. Nem feledkezett meg Erzsiről sem, és Gizella a főhercegnőnek a gyermekeiről sem. Ők azonban nem voltak itt ezen a karácsonyon. A király választotta ki a karácsonyfát is, amely több mint 5 méter magas volt, 250 fehér gyertyal díszítette, és piros, többek között a díszek között, amit kiemelnék, piros, nem piros, nem piros, bocsánat, azt nem tudjuk, hogy milyen színű bombonok voltak, becsomagolva selyem papírba, de szerintem piros is volt közöttük. Azért ezt mondtam, mert fontos dísz volt akkoriban az alma is, hogy a piros megjelenjen a karácsonyfán. A fán még, amit kiemelnék, ezüst diók is voltak, így jegyezték fel. Ezen a karácsonyon úgy történt, mint elég sok másik karácsonyon, hogy mohával borították a karácsonyfának az alját, és a karácsonyfa felett, így jegyzik, angyal lebegett. Ez így érdekes, hogy most hogy lebeghetett az angyal, de vannak olyan korabeli képek, amin az látszik, hogy valahogy a csúcsához erősítették, és akkor úgy dróton vagy valamin függhetett, és akkor úgy került a csúcsdíszként az angyal fölé, az is lehet, hogy plafonra is erősítették, gyakran írják a királyi családdal kapcsolatban is azt, hogy szabadon lebegett az angyal a fa fölött. Itt megjegyezném azt is, hogy a videó alatt rakok néhány linket újság cikkeimhez, amin lehet olvasni többet a karácsonyról. De még ide visszatérve, mert mint Erzsébet és Ferenc József karácsonyáról. Ide visszatérve, mert még mindig itt vagyunk 1911-ben, azt is elmondanám, hogy itt is a szokásos módon asztalon voltak elhelyezve az ajándékok, és mindenkinek fel volt írva a neve a csomagokra. Mária Valéria fontosnak tartotta azt, hogy az emberekkel való kapcsolatot, hogy nem csak a családdal, hanem a személyzetet is igazán ember számba vegyék, és ezért be is hívta a személyzetet is ünnepelni. A lakosztályban a személyzet gyújtotta meg a gyertyákat, ezután kivonultak a folyosóra, és itt várakoztak. Mária Valéria és Ferenc Szálvátor mentek be először, Valéria a Szálvátor karján vonult be, ezután kinyitotta, tehát a dolgozószobában volt valószínűleg most is a karácsonyfa, mert szerette Szálvátor főhercegot felállítani, többször ott volt, és a lakosztály többi szobája, az egyik altaja mögött várakoztak a gyermekek, a népes család. A kisebbek már nagyon várták, hogy nyíljon az ajtó, csengessenek, hát kinyissák az ajtót, megérkezett a Jézuska. És be is engedték a gyermekeket, miután a gyermekeket beengedték, behívták újra a személyzetet, elénekelték együtt egy karácsonyi dalt, és ezután megint csak a személyzet lett kiemelve, vagy a személyzet kapta először meg az ajándékokat. És miután átvették az ajándékot, kés csókkal köszönték meg Valériának ezt. Ezután következett a családi karácsonyozás, úgyhogy a család tagok nyithatták ki a dobozokat, az ékszereket, a játékokat, ki mit kapott. És ezen a karácsonyon Ferenc József nagyon jól érezte magát, jól szórakozott, egészen 7 óráig részt vett ezen az ünnepségen, azonban nem vonult még vissza, hogy korán fekvő volt, hanem még továbbra is a családdal maradt, de egy kicsit elvonultabban az ünnepi forgatagtól, meg kell jegyeznünk, itt azért már nem volt, mert 80 is elmúlt az uralkodó, és végül 8 órakor tért nyugovóra. Mária Valéria és családja körében mindig meghittek voltak a karácsonyok, Mária Valéria egész életében erre vágyott. Az írás alatt találtok cikket arról, hogy a gödöllői királyi kastélyban mennyire meghitt karácsonyozásban volt Valériának része. Hogyha érdekesnek találtátok ezt a videót, akkor feliratkozhattok a csatornára. A későbbiekben, most már innentől fogva igyekszem minél gyakrabban érdekes történeteket megosztani veletek, mert nagyon sok olyan érdekesség van, amellyel találkoztam a kutatások során, és talán még akik mélyebben benne vannak a témában, talán számukra is mondok érdekes dolgokat, újdonságokat. A következő videóban pedig egy olyan ajándékról lesz szó, amelyet Erzsébet adott Ferenc Józsefnek, és nem csak Ferenc József számára bizonyult értékesnek, és nem csak eszmei értékkel rendelkezik, hanem az utókor számára is, mint bebizonyosodott, rendkívül magas értéke lett.
És ez az ajándék egy olyan ajándék volt, amit sokáig intim szférában őriztek. Úgyhogy köszönöm mindenkinek a figyelmét, és további kellemes ünnepeket kívánok!